Az Illuminati üzenetek című sorozatban ezúttal Susan Bier, Bird Box vagy Madarak a ketrecben című filméről fogunk beszélni. Ha valaki esetleg nem látta még ezt a filmet és érdekli, akkor én azt javaslom, hogy mindenképpen nézze meg, mielőtt ezt a videót folytatja, mert utána már nem lesz értelme. Bird Box vagy Madarak a ketrecben egyébként Mallory történetét meséli el, aki két gyermekével együtt próbál átvágni egy apokalipszis utáni világon, annak reményében, hogy eljut végül arra a helyre, ahol állítólag a túlélők fenyegetés nélkül és békességben élnek. Ha már itt tartunk, akkor nézzük meg, hogy mit jelent Mallory, ami egyébként egy norman francia becenév, és jelentése egy szerencsétlen személy. És egy régi francia szóból származik, ha jól gondolom, akkor malheur, és boldogtalant jelent szerencsétlent, vagy pedig balszerencsést. Ez egy összetett szó egyébként, és az egyik szótagja mal, ami a latin malus szóból ered, ami rosszat jelent, a másik része, ami az agorium szóból származik, és ez szerencsét jelent. A francia, illetve hát ez a régi francia malheur szó egyébként a malus agorium szavak összetételéből származik, és rossz szerencsét vagy bal szerencsét jelent. Ha tovább vizsgáljuk az augurium szót, akkor eljutunk az augur kifejezésig, amely az antik római vallás papi tisztsége volt. Az augur fő feladata egyébként a madárjóslás volt. A papi testület megalapítása a kora köztársaság korára tehető. Ők avatták fel a papi személyeket és az állami és vallási épületeket, valamint helyeket. Könyvben gyűjtötték a fontosabb jóslatokat, valamint a szertartások menetét, lefolyását és az elhangzó imákat, hogy az új jósokat segítsék, és az államférfiak, arisztokraták számára betekintést nyújtsanak a tevékenységük alapjaiba. Ez a tevékenység úgy, mint a madárjóslás egyébként már az etruszkok által is művelt tevékenység volt. Az ókori görögök is részt vettek ebben. Augurium, tehát maga a madárjóslat. A jóslások alapja valamely jó vagy rossz isteni előjel volt, ennek a bekövetkezése, azaz szokatlan vagy megmagyarázhatatlan környezeti jelenség, melyből az istenek szándékára lehet következtetni egy üggyel kapcsolatban. Hadviseléskor például ütközött előtt abból jósoltak, hogy a ketrecbe zárt tyúkok hogyan esznek, ha gyorsan kiszaladtak ketrecükből és mohón ettek, hogy egy-egy szem kiesett a csőrükből, azt jó ómennek, jó előjelnek vélték. Az augurok a madarak és más jelek megfigyelésével nem a jövőt keresték, hanem egy aktuális tervükre vonatkozóan keresték az istenek megerősítését. Két csoportba osztották a madarakat, az egyik az volt, amelyek a hangukkal adtak jelet, például a holló, a bagoly, a varjú, harkály, kakas, és olyanok, melyeknek repülései száma volt a jóslás alapja, mint a sas, öv, galamb, vagy pedig a gém. Egy madár puszta feltűnése, megjelenése is kifejezhette az úgynevezett istenek szándékát. Az augur azonban főleg a madarak röpte, vagy pedig viselkedése alapján állapította meg, hogy vajon a tervezett vállalkozást helyeslik-e az istenek, vagy sem. Az augur vagy madárjós dolga csak az isteni jel megfigyelése és közlése volt, az értelmezés és a kérdéses döntés meghozatala a magisztrátus feladata volt. Babynamewizard.com-ról megtudhatjuk szintén, hogy Mallory, az a Mallory vagy Mallory francia szóból származik és szerencsétlent vagy pedig balszerencsést jelent. Behindthename.com szintén ugyanezt árulja el nekünk, ezek alapján pedig levonhatjuk azt a következtetést, hogy Mallory maga a név, ugye még akkor is, ha ez egy másfajta betűzése ennek, akkor is kapcsolatba hozható a madárjóslással, illetve az ebből következő balszerencsés jelekkel. Balszerencsés ugye a mi esetünkben, ugyanis azok, akik látták a filmet, pontosan tudják, hogy mi a madarak szerepe ebben a filmben. Menekülésük kezdetén ugyanis Mallory talál néhány papagájt egy ketrecben, hármat pontosan, melyeket egy kis kék dobozba helyez, azután pedig magukkal viszik őket az egész utazásuk során. Ha már pedig a madárjóslásnál tartunk, akkor ezt érdemes megjegyezni, hogy ezek a madarak azok, amelyek figyelmeztetik az embereket a filmben mindvégig jelenlévő sötét erő vagy sötét erők közelségére, illetve az embereket fenyegető veszélyre. Ez a sötét erő egyébként nem más, mint egyfajta démoni megszállás, ami aztán az áldozatokat öngyilkosságba kergeti. Az egyetlen külső jele az tulajdonképpen az ember szemén látható. Mindenkinek a szeme elsötétedik,
könnyezni kezdenek, és mindenféle dolgokat látnak, amik aztán arra sarkalják őket, hogy öngyilkosságot kövessenek el. Érdekes módon egyébként a legtöbb ember gyönyörűnek, csodálatosnak találja azt a látványt, ami elé tárul. Annak ellenére, hogy szinte mindenki, aki látja ezt, utána elveszi a saját életét. Ami szerintem egy egyértelmű utalás arra, ami a spirituális világban történik, vagyis a démoni világban. Ezek a lények valóban léteznek, ezt próbálják elmondani nekünk a filmben, sőt olyannyira, hogy erre utaló jeleket olvashatunk már az írásokban is, hiszen a második korintusi levélben Saul azt írja, hogy nem is csoda hisz maga, ha Satán is átváltoztatja magát a világosság angyalává, nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magukat az igazság szolgáivá, akiknek végük az ő cselekedeteik szerint lészen. De van egy másik utalás is az írásokban arra, hogy csak a látványa bizonyos dolgoknak problémákat okozhat, ez pedig természetesen Szodoma és Gomora történet, amikor a Teremtő figyelmeztette Lótot és családját arra, hogy ne nézzenek vissza, hanem csak meneküljenek, szimbolizálván és demonstrálván azt, hogy ők elhagyták a régi életüket, és csak előrefele tekintenek az új felé, azonban az ő felesége hátra tekintett, és sóbáványjá lett. A filmben hamar kiderül az emberek számára, hogy nem lehet nyitott szemmel járni az utcán, ugyanis az ember akkor kénytelen lesz ránézni és meglátni ezeket a dolgokat, az pedig egyértelműen az ő halálával fog járni, ezért is viselik később azt a kendőt a szemükön. Jelképezvén az ember kíváncsiságát természetétől fogva, hogy le kell, hogy takarja a szemét, hiszen nem bíznak önmagukban, hogy csukva tudják tartani majd azt. Erre egyébként a Helém vagy Zsoltárok is figyelmeztet a 101-es fejezetben, a 3-as versben így szól, nem vetem szemem hiába való dologra. Ez a hiába való dolog egyébként Belial. Villám gyorsan hagyj mutassam meg, hogy ez a Belial, ez értéktelenség, hitványság, vagy pedig gonoszság, elvetemültség. De hogyha megnézzük, hogy honnan ered ez a szó, akkor eljutunk a Beli kifejezéshez, ami romlást jelent, vagy pedig pusztulást. Ez pedig a balach szóból ered, ami elhasználódik, elhull, elkopik, tönkre megy, megöregszik, elerőtlenedik, megemészt valamit, elhasznál vagy pedig kimerít. Ugyanúgy, ahogyan a filmben ezek a démonok vagy ez a sötét erő az embereket elhasználja, elpusztítja, amennyiben ránéz az ember. Idővel aztán kiderül számunkra, hogy nem csak élőben nem lehet ránézni, hanem képernyőn keresztül sem lehet nézni ezeket a lényeket. Hiszen ugyanolyan veszélyesek, hogyha képernyőn keresztül nézi az ember őket, vagy hogyha élőben. Én próbáltam elmagyarázni számos alkalommal, hogy elmondják, mert tudják, hogy már mindegy. A világ, amelyet ebben a filmben láthatunk, az a világ, amelyben mi élünk. Ez nem az a világ, ami el fog jönni majd egyszer, ez az, ami most körülvesz minket. A filmben egy az egyben direkt soha nem láthatjuk ezt az erőt, illetve ezeket az erőket. Azonban megmutatják nekünk az egyik szereplő rajzain keresztül. Az érdekes az, hogy különböző formákat láthatunk, amelyeket mindannyian jól ismerhetünk már egyrészt a különböző filmekből, másrészt a különböző történetekből, akár a mitológiából, akár pedig a szuperhősökből napjainkban. A választ is megtudjuk erre, az pedig az, hogy mindenkinek másképp jelennek meg. Ezt is elmondják számunkra egyébként, hogy ezek az ember legbelsőbb félelme, ez az erő úgy jelenik meg, vagy úgy manifestálódik az embernek, ahogyan csak akar, hiszen egy másik dimenzióban, a spirituális világban él. Csak az ember elméjében létezik, a valóságban nem. Szerintem pontosan ez a képessége ennek az erőnek, illetve ezeknek az erőknek adja az erejüket, ezért olyan ellenállhatatlanok, hiszen csak az ember elméjében léteznek, elhitetik az emberrel, hogy ez a valóság. Mindenki olyannak látja őket, vagy képzeli el őket a találkozások során, ami az ember lelkében van. Az ember legbelsőbb félelme az, ami előjön ekkor. Ha valakit érdekel a véleményem, akkor azok számára elmondom, hogy szerintem Madarak a ketrecben egy rossz film. Én egyáltalán nem találtam szórakoztatónak, sőt azt vártam, hogy valami végre történik, és nem arra gondolok, hogy lássak valamiféle szörnyet, hanem valami olyasmi, amit még nem láttam 100 000-szer más filmekben. Sajnos ez nem történt meg, sőt a film vége kifejezetten kiszámítható szerintem, annak ellenére, hogy volt benne néhány érdekes jelenet. De új ötlet egyáltalán nem volt a filmben, meg is fogom mutatni mindenkinek, hogy mennyire nem. Az egyik ezek közül például az, hogy ezek a lények az ember legbelsőbb félelmét jelenítik meg. Ez a koncepció egyidős az emberiséggel természetesen, de a legnagyszerűbben szerintem George Orwell 1984 című filmében jelent meg. A szeretet, béke, bőség és igazság minisztériuma
rendelkezett egy szobával, a 101-es szobával, amit gyakorlatilag a novella végén ismerhetünk meg csak gyakorlatban. Aki esetleg nem látta vagy olvasta a 84-et, az mindenképpen nézze meg vagy olvassa el, mielőtt tovább nézi ezt a videót. Mert az viszont egy olyan történet, amit szerintem mindenkinek ismernie kellene. Tehát a 101-es szoba az a novella végén jelenik meg, és egy alaksori kínzó kamra gyakorlatilag. Az érdekessége ennek a szobának, hogy itt nem egy konkrét dolog van, hanem az ember legbelső félelme az, amivel kínozza őt a minisztérium. Ez az, amivel elérik az engedelmességet és azt, hogy az ember akaratát a saját elvárásaikhoz alakítsák és hajlítsák. A főhősnek egyébként egy ketrecet szerelnek az arcára, olyan, mint egy kalitka mellesleg, és abban két patkány van, annak érdekében pedig, hogy elkerülje ezt a kínzást, elárulja a szerelmét, és lehetővé teszi azt, hogy ő essen át ezen a kínzáson helyette. Az, hogy mi Juliának a saját félelme, az nem derül ki, azonban a történet tanúsága az, hogy amikor az ember a legbelső félelmével szembesül, akkor bármire képes, annak érdekében, hogy elkerülje az azzal való találkozást és szembenézést. Azt szerettem volna bemutatni, hogy Madarak a ketrecben nem csak hogy egy rossz film, hanem igazából semmi eredeti sincsen benne. Ez a rejtélyes erő, ami a sötétségben él és magával hozza azt a sötétséget úgy, ahogyan ezek a lények a Madarak a ketrecben című filmben, hiszen minden alkalommal, amikor ők megjelennek, egyfajta sötétség érkezik meg a képernyőre, plusz valamilyen fajta szél, ami felkavarja a leveleket. Számos alkalommal szerepelt már ez korábban a filmekben, és én nem azt mondom, hogy minden alkalommal új dolgot kellene kitalálni. Ha már nem, akkor viszont érdemes lenne legalább arra törekedni, hogy a jelenetek valamilyen formában újdonságot tartalmazzanak. Ez pedig a Vanishing on 7th Street, melynek a története gyakorlatilag ugyanez, megérkezik ez a sötét erő a városba, amely a sötétségben él, és mindenki, aki nem világosságban tartózkodik, az áldozatául esik, és egyszerűen csak eltűnik az életből. A túlélők pedig azért harcolnak, hogy egyrészt legyen mindig fényforrás náluk, másrészt, hogy elmeneküljenek arról a területről, ami érintve van. A 22 évente Sötétség című filmben, ami ugye Pitch Black, azaz teljes sötétség angolul, ezek a lények vagy szörnyek szintén a sötétségben élnek, és ők is a fény segítségével tartatok távol az emberektől. Ahhoz, hogy teljes legyen a kép, meg kell értenünk azt, hogy a démoni világ, a spirituális világ az egy valós dolog. Érdemes persze megtudni azt is, hogy hogyan alakult ki, mert akkor sokkal világosabbá válik az emberek számára, hogy mi is az, ami történik a világban. A film készítői ezeket a lényeket imádják, mint isteneket. Számunkra ezek természet fölöttieknek tűnnek, sőt, hát azok is, hisz egy másik dimenzióban léteznek, ugyanúgy, ahogyan a bukott angyalok, akik együtt dolgoznak az emberiség irányítóival, annak érdekében, hogy elpusztítsák azt. Csak az írásokon keresztül lehet megérteni azt pontosan, amikről ezek a filmek szólnak, és ahogyan a világ működik. Hadd mutassak még egy dolgot. A világosság és a sötétség a teremtőtől jön. Ez volt az első dolog, amit teremtett. Úgyhogy az, hogy valaki a sötétségben, vagy pedig a világosságban jár, egyértelműen megmutatja, hogy melyik oldalt választotta, és hogy hol van a szíve. A tény, hogy ezek a filmbeli dolgok a sötétségben járnak, és a világosság az egyetlen hely, ahol meg tudunk menekülni tőlük, szerintem bizonyítja azt, hogy az írások igazak. Így szól a megváltó maga. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszak valának. Mindenki, aki hamisan vagy gonoszul cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Elohim szerint való cselekedete. Ez az oka annak, hogy az 22 évente sötétségben ezek a szörnyek, úgymond szörnyek, a sötétségben élnek. Ez az oka annak, hogy a Vanishing on 7th Streetben szintén a sötétségben élnek ezek a démonok vagy szörnyek. És ez az oka annak, hogy a Madarak a ketrecben című filmben ugyanez a helyzet. Az emberek úgy gondolják, hogy ez ártalmatlan szórakozás, és csak elmennek, megnézik egy másfél-két órás filmet, aztán elfelejtik. A helyzet azonban az, hogy akik uralják és irányítják ezt a világot, így gúnyolják ki az emberiséget, hogy megmutatják nekünk nap után, film után,
zene, zene után, hogy mi a valóság, mi pedig mindvégig azt gondoljuk, hogy ez csak egyszerű szórakozás és a fantázia szüleménye. A fantázia szüleménye az, amit a hírekben látunk, amit az oktatási rendszerben tanulunk, amit a tudomány állít, illetve amit a politikusok mondanak. Az a fantázia, az a mesevilág, az álomvilág, amelyet fölépítettek számunkra. A valóság pedig az, hogy mi állandó harcban állunk a sötétség seregével, és minden egyes alkalommal, amikor túl közel merészkedünk hozzájuk, akkor óriási problémákkal találjuk szembe magunkat. Van egy másik aspektusa is a Madarak a ketrecben című filmnek, ami nem eredeti egyáltalán, ez pedig az, hogy valamilyen furcsa erő hatására az emberek öngyilkosságot követnek el. Ezt is láthattuk már M. Night Shyamalan filmjében, ami az esemény. Ebben a növények okozták valami úton módon, hogy az emberek öngyilkosságot kövessenek el, ugye a Madarak a ketrecben pedig ezek a démonok. Maga az öngyilkosság arra utal, hogy az ember a saját döntéseivel határozza meg a sorsának az alakulását. Nem feltétlenül azt a sorsot, ami itt a Földön vár rá, bár azt is, sokkal inkább azt, ami ez után, az élet után vár rá. Erről beszélt itt egyébként a megváltó maga, hogy aki az igazságot cselekszi, azaz úgy él, az a világosságra megy azért, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Elohim szerint való cselekedetek, az ember élet formája az, ami meghatározza, hogy világosságban vagy sötétségben él. Gúnyt űznek az emberekből a készítői ezeknek a filmeknek és zenéknek az által, hogy elmondják az igazságot és fantáziaként tüntetik fel azt. Az ember feladata az lenne, hogy megismerje a teremtőjének az akaratát és azt cselekedje feltételek nélkül. Megértvén, hogy az az egyetlen módja annak, hogy az ember teljes életet éljen és elérje azt, amit mindenki keres. Egy olyan életet, amikor megtalálja a saját funkcióját és a saját célját, amiért ő teremtve lett. Ha már az ember funkciójánál tartunk, még egy dolgot hagyd mondjak el villámgyorsan. Én őszinte leszek, ki nem állhatom azokat a filmeket, ahol női akcióhősöket látunk, és ők azok, akik megmentik a világot, meg irányítják az eseményeket, vezetik a csapatot. Nem azért, mert én féltem az én pozíciómat, hanem azért, mert ez nem a realitás, és ez az egyik oka annak, hogy a világ ilyen káoszban van, amiben van. Nem véletlen az, hogy nem ismerünk százával vagy ezrével női hadvezéreket, vezetőket, feltalálókat. Ez nem azért van, mert van egy összeesküvés, hogy elnyomják a nőket, ez azért van, mert nem voltak. Mert mindaddig, amíg a racionalitás, az észérvek, a logika, az erő határozta meg az élet alakulását, addig ez nem volt lehetséges. Ez lehetséges az elmúlt 50 évben a technológia segítségével, mert így egy nő képes ellátni magát ilyen vagy olyan szinten. Azonban amikor a természet rendje visszaáll hamarosan, majd akkor meglátja minden nő, mindenki, aki a feminizmusban harcol az egyenjogúságért, aki azt képzeli, hogy a férfi és a nő egyenlő, olyan értelemben, hogy egyforma, azonos képességű, szembesülni fog azzal a ténnyel, hogy a társadalmi rend biztonsága nélkül mi a valóság. Én nem utálom a nőket, és nem azt mondom, hogy nincsenek rátermett nők, akik képesek lennének a férfi funkcióinak ellátására. Ez attól még nem a természetes rendje a dolgoknak, sőt, ez ebben a filmben is, és az összes szuperhős nő filmben egyértelmű. Az vitathatatlan, hogy vannak férfi, és vannak női tulajdonságok, amelyek elválasztják a két nemet egymástól természettől fogva. A szuperhős nő, vagy Mallory ebben a filmben nem azért képes véghez vinni mindazokat a cselekedeteket és azokat a dolgokat, amelyeket képes véghez vinni, mert úgy viselkedik, mint egy nő. Mallory azért hős, mert úgy viselkedik, mint egy férfi. Mindazok a képességek és tulajdonságok, amik ahhoz szükségesek, hogy ő sikeresen el tudja érni a célját, alapvetően a férfira jellemző. Lehet azt mondani, vagy gondolni, vagy képzelni, hogy ez csak a szocializáció eredménye, azonban ez szánalmas. Mallory egy hideg, racionális, logikus gondolkodású ember, aki képes félretéve az ő érzelmeit praktikusan és pragmatikusan gondolkodni, és meghozni azt a döntést mindig, ami a legcélra vezetőbb. Ez pedig egyértelműen a férfira jellemző. A probléma az pedig ebben az egészben, hogy azok az ostoba, tudatlan emberek, akik a női egyenjogisági mozgalomban azért küzdenek, hogy egy nő férfivá váljon, gyakorlatilag a női nem ellenségei. És ez az ostoba, szánalmas,
tudatlan harc szépen lassan el fogja tüntetni mindazt, ami egy nőt nővé tesz, és ami egy férfit férfivá tesz. Ki fog alakítani egy közös nevezőt, hogy mindenki valóban egyforma legyen. Az, ami nőies, és az, ami férfias, az mostantól probléma. Társadalom persze nem veszi ezt észre, hiszen túlságosan el van foglalva az álomvilággal. De ez az a folyamat, aminek szemtanúi vagyunk. Úgyhogy ez szomorú, kell, hogy legyen minden nő számára, hogy egy hősnőnek úgy kell viselkednie, mint egy férfinak ahhoz, hogy a világ ünnepelje. Az, hogy a világ végét vakság fogja elhozni, az sem egy új ötlet, ugyanis a 2008-as Blindness, vagyis Vakság című film már erről szólt. Ez egy kanadai, brazil, japán koprodukcióban készült film, amelyben érdekes módon szintén egy nő volt az, aki megmentette a napot, ezúttal Julianne Moore. Szerintem a Vakság sem jobb film, mint a Madarak a ketrecben, bár lehet, hogy valamennyivel élvezetesebb és érdekesebb problémákat vet fel azzal kapcsolatban mindenképpen, hogy hogy viselkednek az emberek egy krízis helyzetben, amikor valójában az életben maradásuk a tét. Még egy dolgot hagyj mutassak meg, az egész város megfertőződik valami ismeretlen ragállyal, amit véletlenül az a férfi terjeszt, aki hazafelé igyekszik munkahelyéről. Egyik percről a másikra nagy, fényes fehérséget lát, és mind így jár, akivel kapcsolatba kerül, pár nap alatt mindenki megvakul. A probléma okozója megint csak egy nagy fényesség, vagyis egy spirituális jelenség lesz, aminek következtében az emberek megvakulnak. Ha visszaemlékszünk, akkor maga a Hásatán is átváltoztatja magát a világosság, vagy pedig a fényesség, a fény angyalává. Ez az, ami megvakítja az embereket ma a világon. Ez okozza a problémát a Madarak a ketrecben című filmben, a Vanishing a Seventh Streetben, a Vakságban, a 22 évent a Sötétségben, meg számos másik történetben. Ez az a vakság, ez az a probléma, amivel az emberiség küzd. Nem látják, hogy mi van a színjátékon túl, hogy mi van a színpadon túl, a háttérben mi zajlik. Nem értik meg a világnak a lényegét, azt, ahogyan működik az élet. Mert ezek a démoni erők elvakították őket. Ennek a vége pedig nem csak a fizikális halál és az életben a gyötrelem meg a szenvedés, hanem azután a spirituális halál is, vagy a kárhozat. Ezért kellene megpróbálni mindenkinek felébrednie minél hamarabb, és a cselekedeteit úgy alakítani, hogy a végén ő majd az igazi világosság gyermeke lehessen, és ne a hamis világosságé, ami itt elvakítja az embereket. A film végén egyébként megérkeznek abba az idézőjelbe tett földi mennyországba, a menedékhelyre, amibe készülődtek. Az érdekessége ennek az, hogy ez gyakorlatilag egy nagy ketrec embereknek, ahol mindenki békében él majd együtt egymással, és annak ellenére, hogy itt a háttérben láthatunk egy gömb alakú napórát, ismét csak megmutatják nekünk azt, hogy valójában hol élünk, meg akkor is, hogyha a legtöbb ember ezt nem vesz észre. Láthatjuk a Föld pilléreit, és a minket körülvevő kupolát vagy dómot. A biztonságot pedig a madarak adják, akik figyelmeztetnek a lények érkezésére. Mivel azonban úgy tűnt a film során, hogy ezek a lények csak kívül a házon vagy az épületeken kívül tevékenykednek, az ember itt belül biztonságban van. Még annyit esetleg megmutatnék a Madarak a ketrecben vagy a Bird Box-szal kapcsolatban, hogy van egy Bird Box Challenge nevű jelenség, illetve hát volt, szerintem már lehet, hogy vége van, ahol emberek kendővel a szemükön próbálnak bizonyos tevékenységekben részt venni, demonstrálván azt, hogy milyen primitív szintre süllyedt a világ. Próbálom megértetni mindenkivel, hogy a cselekedetei jó részt nem a saját gondolataiból származnak. A világot intelligens emberek az ellenség vezetésével folyamatosan 24 órában 364 napon át manipulálják. Ez a challenge vagy kihívás egy újabb bizonyítéka ennek. Az internet lehetővé teszi az emberek manipulálását világszerte. És olyan tudatlanságban élünk, hogy a legtöbben hajlandók részt venni ebben, és észre sem veszik, hogy esetleg nem minden az, aminek látszik. De persze, hogy nem veszik észre, hogy mi minek látszik, mikor be van kötve a szemük. Összességében véve szerintem a Madarak a ketrecben egy rossz film. Nehezen tudom elképzelni, hogy az, aki rengeteg filmet látott, élvezni fogja ezt, ugyanis igazából semmi újdonsággal nem fog találkozni, sőt, gyakorlatilag különböző klisékből épül fel az egész történet.
Hogyha szeretném értékelni a propaganda, illetve az Illuminati üzeneteket ebben a filmben, akkor én nagyjából olyan 70%-ot adnék ennek. Mindenkinek a legjobbakat, remélem hasznosnak találtátok a videót, halleluja és shalom! Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!